Üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon, és ez lenne az első része a sorozatomnak. Nem tervezek 100 részt, meg 200 részt, tehát nincsen betervezve, hogy hol lesz vége ennek. Az első rész az egy olyan rész lesz, amiben megmutatom nektek, hogy mennyi idő alatt lehet megcsinálni egy napi kajátokat, és bemutatom nektek, hogy a Kolep Laci edzőtársammal, illetve edzettemmel hogyan szoktunk mell-biceps edzést csinálni. Ez még egy decemberi felvétel egyébként, tehát ilyen kisebb karácsonyi feelingje van azért az egésznek, hogy mondjuk ilyen karácsonyos póló van rajtam, meg hasonlók, de a lényeg az, hogy betekintést nyerhettek egy edzésembe, illetve megmutatom nektek, hogy a napi kajámat hogyan rántom össze gyakorlatilag 20 percen belül. Januárban tele van a terem olyan emberekkel, akiknek az újévi fogadalmuk az, hogy ők összerántják magukat, lefogynak, izmosabbak lesznek, nem tudom is én, vagy fölszednek x kilót, mindenre a konditerem a megoldás, és ők ilyenkor teljesen ellepik a konditermeket. Ez nálunk nagyon durván így van, és brutál mennyiségű munkám lett. Ez miatt a vágási munkálatokat nem tudtam olyan időbe prezentálni, amilyen időben szerettem volna, de egy tény, hogy minden hónapban legalább egy videóval szeretnék előállni, és ez lenne a januári. Jó szórakozást! Már 5 éve már, hogy a Pécsi Cutler Gymben edzek és dolgozom, és jó pár éve már, hogy a Kolep Laci a személyi edzettem és az edző partnerem, és egy mell-biceps edzésbe szeretnék betekintést mutatni nektek, amit vele csináltam. Ebben az időszakban még terveztünk versenyt, ez egy 2021 decemberi videó. Itt még tervezve volt, hogy indulunk egy versenyen, aztán végül is nem mentünk el. Ez egy ilyen évzáró fekvenyomó verseny lett volna. Olyan okokból ezt kihagytuk, viszont a videóra való tekintettel ennek csak azért van kisebb jelentősége, mert itt azért még alkalmaztunk fekvenyomó erőedzéseket is, és pontosan erről szól ez a videó, legalábbis ami a fekvenyomó részét illeti. Szóval, amit tudni kell, az az, hogy minden edzés bemelegítéssel kezdünk, ami valamilyen aerob mozgás, egy 5 perc gyaloglás vagy 5 perc tekerés, utána a gimnasztika követi, aztán térünk rá a gyakorlatokra, ahol is eléggé kis súllyal szoktuk elkezdeni a gyakorlatsort, majd egyszer csak elérjük azt a fázist, amit ugye munkasorozatnak nevezünk. Ezen az edzésen egy 5x5-ös módszert alkalmaztunk, aminek az a lényege, hogy felmegyünk nagyjából az egyismétléses maximumunknak a 75%-áig, ez a Laci esetében 120 kg volt ezen az edzésen, nálam 150, és ezzel a súllyal teljesen szabályosan 5x5 ismétlést végzünk. De most tudni kell, hogy bár műhely titok, de annyit elárulok, hogy egy bizonyos részét presszre végezzük ilyenkor a mozgásnak, tehát nem az összeset, de egy bizonyos részét presszre, azaz vezényszóra végezzük, tehát leengedjük a rudat, majd pressz jelzésre kezdjük csak elnyomni. Ezzel egyébként a célunk az, hogy az erőt és a technikát is fejlesszük. Eléggé bevált nekünk ez a módszer, annyi, hogy ezt nem szabad minden héten alkalmazni, nagyjából 3-4 hetente szoktuk forgatni, és 3-4 hetente szoktuk elővenni ezt a módszert. Köszönöm.
Azon a napon, amikor egyszerűtözünk, akkor nem szoktunk más nyomógyakorlatot csinálni, egyszerűen túl sok lenne, hanem egy nyújtó gyakorlattal, ezen edzés esetében egy keresztezés csigán nevű gyakorlattal nyújtottuk meg a mellett, és ezzel zártuk le magát az edzésnek a mellező blokkját. Természetesen a súlyokat mindig visszapakoljuk magunk után. Nekünk volt gyerekszobánk, minket megtanítottak arra, hogy pakoljunk és rakjunk rendet magunk után. Én nem is értem azokat az embereket, akik egyébként ezt nem képesek megtenni. A bicepszezést egy lapsúlyos biceps gyakorlattal, francia ruddal kezdtük. Mindig kétkezes verzióval szoktunk egyébként tricepsre is és bicepsre is kezdeni. Ennek egyszerű oka van, a biceps még nincsen elfáradva, ez miatt maximális súllyal tudunk dolgozni. Nyilván törekszünk minél szabályosabban végrehajtani ezeket az ismétléseket, ezeket a gyakorlatokat teljes mozgástartományban, és a negatív mozgástartományt, illetve a negatív szakaszt, azt értelemszerűen próbáljuk lassítani. Tehát dolgozzunk a súly ellen, ne az legyen, hogy a súly lezuhan, ne a gravitáció legyen az, ami lerántja a súlyt rólunk, hanem szépen lassan próbáljuk meg a negatív szakasz kontrollálni. Egy kedvenc gyakorlatom a váltott karos bicepszezés. A váltott karos bicepszezésnél arra kellene figyelni, hogy a pozitív szakasz csúcsán az egykezes súlynak a kettő darab tárcsája az bezárja a vállat. Tehát, hogy szemből nézzük a gyakorlatot, akkor a két tárcsa az pontosan a vállaitokat zárja közre. Ezen kívül ügyeljünk arra, amit az előbb is mondtam, hogy lassú legyen a negatív szakasz, ne dobáljuk, ne rángassuk, illetve arra is figyeljünk, hogy a könyökünket emeljük a gyakorlat pozitív szakaszánál. Itt általában egyébként 12 ismétléseket szoktunk csinálni. Sokan azt szokták még egyébként elrontani, hogy a 12-t azt úgy veszik, hogy 6-ot jobb, 6-ot balkarral, az úgy nem 12 ismétlés, az csak 6 ismétlés. Mind a kettő karra 12 ismétlést szoktunk csinálni. Ugyan ennek a gyakorlatnak van egy kalapácsos fogású verziója, ami annyiban tér el egyébként mozgástanilag és anatómiailag az előzőtől, hogy ez főként a brachialis nevű izmot, illetve az alkart terheli, és ezt jóval nagyobb súllyal lehet végrehajtani. Bicepsz edzés végén mindig szoktunk hasazni. Általában 2-3 gyakorlatot szoktunk elővenni. Minden szögből meg szoktuk edzeni a hasat, tehát valamilyen felülős, valamilyen haspréselős, meg például egy ilyen lebegőülős gyakorlattal szoktuk általában edzeni. Edzés végén pedig mindig nyújtunk. Ti is nyújtsatok mindig. Nagyjából ugyanolyan fontos, mint a bemelegítés. Annyi, hogy mi sajnos néha el szoktuk kapkodni ezt a nyújtós dolgot, viszont mindig alkalmazunk nyújtó gyakorlatokat az edzés során. Szálljatok rá legalább néhány percet, hogy az edzés végén lenyújtsatok. Na szóval most az fog történni, hogy egy teljes napi kajámat összerakom, összedobom, és ezt lemérjük stopperra, hogy mennyi idő. Szerintem, hogyha valaki azt mondja, hogy nincsen annyi ideje, hogy megcsinálja a kajáját, akkor nagyjából 1-2 órára gondol, vagy a franc se tudja, hogy mennyi időre. Én azt mondom, hogy körülbelül egy ilyen 20-30 perc alatt össze lehet hozni 5 étkezési kaját. Én 6-szor eszem személy szerint naponta, és az egyik kajám az edzés utáni fehérje turmixom, én ezt is kajának számítom. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy konditeremben dolgozom, így nem kell azt is külön itt összerakosgatnom, bent megcsinálják a munkahelyemen. Amit össze fogok rakni, amit össze fogok állítani, az 3 doboz rizs marhahússal és zöldséggel, ezen kívül a reggeli műzlim a fehérjeporral és az esti cutty cheese-em. Este egyébként vagy egy fehérje turmixot, vagy egy cutty cheese-t, vagy túrót szoktam kis fehérjével összekeverni, ez szokott lenni az esti vacsorám, nagyon ritka, hogy mondjuk csirke mellett, vagy halat, vagy tojásfehérjét, esetleg marhahúst teszem.
vágjunk is bele. Marha hús. Megpróbálom nem kapkodósra venni a dolgot, hanem szépen nyugodtan csinálni. Ez nem verseny, hanem itt pontosan az lenne a lényeg, hogy valós idő alatt összehozzam a kaját. Még az is lehet, hogy fogok itt egy kicsit balfaszkodni. Szóval marhahús, valami fűszer, ízlés szerint. Én, amit egyébként teljesen kerülök, az nátrium-glutamát tartalmú fűszerkeverékek, illetve az olyan fűszerkeverékek, amik három fűszernél több típusú fűszer tartalmaznak. Például ez, amit most ide beleörlök, ez csili, bors és minimál fokhagyma. És erre fogok még a kedvenc sószórómmal, kedvenc sóörlőmmel szépen sót szórni a marhahúsra. Ez egy szenzációs találmány. Úgy. Na most. Miközben sül a marhahús, ebbe az egyszerű kis rizsfőzőbe bele szórom a rizst, ami egyébként még ki sincs bontva. Én jelenleg olyan fázisban vagyok, hogy 300 g-ot eszem, 3x 100 g-ot. Mérve. Most technikai okok miatt nem tudok a csapkhoz menni. Egyébként ezt nem ásványvízzel szoktam csinálni. És kész. Gyakorlatilag a rizs fő, a hús sül, lett két kezem. Úgyhogy addig kiadagolom ide a reggeli kajámat. Fogok egy ilyen kis cuki sékert, mutatom, nagyon kis cukker, és ez egy egyszerű bűzi keverék, ahogy mondtam, 100 gram. És mivel holnap hétfő van, és aerob edzéssel kezdem a napot éjgyomorra, ezért ebben most nem rakok bele külön fehérjét, majd bent a munkahelyemen szépen megcsinálják nekem a turmixomat, amit így zúgy ráöntök. De egyébként nem lenne egy nagy ördöngőség fogni egy másik séket, vagy egy kis ételhordó dobozt és bekészíteni a fehérjét. És van még valami, amit szoktam reggelente enni. Ez egy
grapefruit nevű gyümölcs, és én tényleg megeszem, tehát én nem arra használom, mint más testépítők, mint például Kai Green. Közben még megcsinálom az esti túrós fehérjés kajámat is, de cutty cheese fogok holnap enni, tehát azzal sincsen különösebb meló. Azt csak meg kell fogni a kis dobozt és kibontani, aztán megenni. Így néz ki. És az a nagy büdös helyzet, hogy jelen pillanatban nincs más dolgom, mint várni. Na most miközben még várunk, mert csül a hús, fő a rizs, azt még elmondom, hogy zöldséget általában fogyasztva veszek, és amikor a hús már majdnem teljesen készen van, olyankor szoktam rászórni, és akkor szépen elkeverem. Rizsből többé-kevésbé basmati rizst használok, ez most pont nem az egyébként, de többnyire basmatit szoktam venni. Müsliből pedig minél alacsonyabb cukortartalmut, arra különösebben nem megyek rá. Én most nem versenydiétában vagyok, főleg nem testépítő versenydiétában, tehát így megengedhetem a magasabb szénhidrátbevitelt. Nyilván, hogyha testépítő versenydiétáról lenne szó, akkor ez a 100 g, ez 50 g lenne, és nem műzli, hanem zappehely, és elég sanszos, hogy úgy csinálnám, vagy úgy szoktam ugye csinálni, hogy hetente szépen 10%-kal csökkentem ezt a mennyiséget. A csirke mellett jelenleg annyira nem pártolom, nem a csirke mellett van probléma, tehát nem mint fehérje forrással, hanem azzal, hogy finoman szólva átbasznak a üzletekben, azzal, hogy felvizezik őket eléggé rendesen. Ezt egyébként én 15-16 év testépítés alatt azért rendesen tapasztaltam. Olyan téren, hogy főleg az utóbbi egy-két évben iszonyatosan lecsökkent a csirkemell minőségének a minősége. Ami annyit jelent, hogy mit tudom én, egy kiló csirkemellet régebben, hogyha kisütöttem, akkor azért 850-900 g megmaradt belőle kisütve. Most már jó, hogyha 700 g megmaradt, tehát a 70%-a. Egyértelműen vizezik, ezt a marhahússal nem csinálják. Vagy legalábbis nem olyan mértékben. Most valami mexikói zöldségcsodát fogok erre rászórni. Egyrészt azért, mert nagyon szeretem. Másrészt azért, mert baromi jól néz ki tőle ez a kaja. És fontos, hogy a videón nagyon jól mutasson a kaja. Szóval, lényegét véve, hogyha matekolgatunk, akkor akár arról is lehetne beszélni, hogy mennyivel drágább egészségesen kajálni, vagy mennyivel olcsóbb szemetet enni. Én egyébként maximálisan kiállok az mellett, az állításom mellett, hogy jó kajálni, minőségünk kajálni olcsóbb. Lehet, hogy mit tudom én, 3000 forint mondjuk a húsnak a kilója, de a szalámié meg 6000, vagy legalábbis milyen 6-7000 forint, ha nem több. Nyilván azt ugye az ember nem eszi kilószámra, de higgyétek el nekem, hogy egyrészt kifizetődőbb, már csak azért is, mert egészségesebbek lesztek, már csak azért is, mert nem fogtok elhízni, és gyakorlatilag igényesebben kajáltok, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy a kakaós csiga, a pogácsa, meg a parizeles szendó, az lehet, hogy ugyan olcsóbb,
bár egyébként szerintem mennyiségi kajálásban mérve nem, de az biztos, hogy teljesen igénytelenek azok, akik a mindennapjaikban ezt teszik folyamatosan. Legalábbis én szerintem maguk felé és az egészségük felé nézve. Lehetne ezt így matekolgatni, szerintem ez egy külön epizódot majd megér, most ebben külön nem megyek bele. Én igyekszem minél igényesebben kajálni, és a vendégeimet is, a személyedzett vendégeimet is minél inkább erre próbálom tanítani, mert ezzel az étkezéssel fogja mindenki elérni egyébként a célját. Itt már tényleg ilyen kis minimális csavarok vannak, amiket trükkök, vagy esetleg ugye a mennyiségeknek a szénhidrát, fehérje, mennyiségeknek az aránya, illetve a zsírarány, amit más-más embernél, más-más céllal kellene belőni, viszont az biztos, hogy ezekkel a kajákkal fogja mindenki elérni a célját. Tehát, hogyha valaki 300 kilós, és leszeretne fogyni, akkor ezekkel a kajákkal fog tudni lefogyni, mert az emberi szervezet ezekre a kajákra van kitalálva, biológiailag mi így vagyunk beállítva. Tehát nem a somlói galuskára, meg nem a, mit tudom én, a csokis islerre, hanem bizony húsokra, zöldségekre, rizsre, stb. Gyümölcsre. Ez kellene egyébként első körben mindenkinek megértenie, és nem a grammokat számolnia. Tehát nem azt kell matekolgatni, hogy na akkor most mennyi rizst tegyek, meg na akkor most ennyi szénhidrátot ehetek, na akkor most annyi szénhidrátot, annyi fehérjét. Egy teljesen kezdő ezt úgysem fogja tudni csinálni rendesen. Legalábbis nagyon-nagyon-nagyon kicsi töredéke az embereknek, akik kezdőként ezt így tudják csinálni. Első körben azt kellene mindenkinek felfognia, hogy olyan kajákat kellene enni, ami a természetben előfordul. Most ilyenkor persze bele lehet kötni, hogy a fehérjepor az nem fordul elő a természetben. Ez így van. Erre nem is nagyon tudok mit mondani. Viszont éppen ezért hívják ezt táplálék kiegészítőnek. Tehát nagyjából 90%-os arányban mi testépítők, legalábbis mi testépítők zöme, nem táplálék kiegészítőket eszünk, hanem ezzel tényleg kiegészítjük. Tehát amint azt látjátok, én például 2 adag fehérjét szoktam naponta inni, egyet edzés után, egyet pedig a reggeli kajámmal, de ez sem mindig igaz, mert van, hogy tojásrántott áteszem reggelire, vagy halat, vagy mit tudom én. Na, mennyi idő van még? 2:20 és kész a rizs. Szóval én szerintem spórolnátok, jobban néznétek ki, és sok időtökben sem telik ez. Én nagyjából 30 percet satszoltam egyébként, hogy ezt olyan 30 perc alatt fogom megcsinálni, de lehet, hogy még addig sem fog tartani. Mindjárt kiderül. Azért egy kis ilyet még csapatok bele. Hopp. Szóval, amit csak szerettem volna elmondani az előbb, az az, hogy ha bármilyen céllal kezdtek el diétázni, az első körben azzal legyetek inkább elfoglalva, hogy minőségi kaját egyetek, és a természetben előforduló kajákat egyétek, ne pedig mindenféle finomított szart, cukrot, lisztet, meg hasonló szarságokat. Na, és kész is a rizs. Ezzel egy kicsit még várok, mert annyira forró, mint az állat, és nincsenek mindenféle ilyen konyhai varázskesztyűim, amivel itt nekiállhatok, meg égetni, meg megforrázni, meg nem nagyon szeretném magam. Úgyhogy még egy picit várjunk.
mondanám, hogy időnk mind a tenger, de ugye ez most pont arról szól, hogy nincs. Közben ki a konzervényeket. Igen, ez üveg. Ezt utálom egyébként a legjobban, mert ilyenkor ez megy mindenfelé. És az a helyzet, hogy elkészültem.